magyarok, Istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A Nemzeti Dal is elhangzott a Tinódi Sebestyén Tagiskola március 15-i zenés-táncos ünnepségén, mely a forradalom 1848-as kirobbanásától egészen a 49-es tavaszi hadjáratig dolgozza fel a történelmi eseményeket. Megszokott csapat vagyunk már, a Tinódi napon is együtt próbáltunk, meg adtunk elő produkciót, meg a jubileumi gálán is voltunk már együtt, szóval így ez egy nagy előny volt nekünk. A nemzedékek terén a budapesti történések mellett az Egerben zajló forradalmi eseményeket is feldolgozták a diákok. Március 18-19-én Egerben is forradalmi jellegű események zajlottak le. Március 18-án mintegy 2000 egri polgár elfoglalta a városházát, és azt követelte a más ügyben üléséző tanástól, hogy a pestiek 12 pontját azonnal tárgyalja meg is léptesse életbe. Emellett szó esett Kossuth Lajos feleségének Egerről írt leveléről, melyben úgy fogalmazott, nem hirdetni, hanem tanulni lehet a hazafiasságot. Az ünnepségen a magyar ellenállás kitartását is hangsúlyozták. A tagintézmény igazgatótól megtudtuk, több mint három héten át gyakorolták a 7-es diákok az előadást, melyet nem csak a nemzedékek terére látogatók láthattak. Meghívtuk a környékbeli óvodásokat. Ez nálunk már hagyomány volt, sajnos itt a Covid miatt és az egyéb külső körülmények miatt ez most megszűnt. Szeretnénk ezt a hagyományt újra feléleszteni, és hogy egy másik korosztálynak is tudjunk kedvezni, a nyugdíjas otthonnak a lakóit is meghívtuk. Mirkóczki Zita önkormányzati képviselő ünnepi beszédében kiemelte, a 176 évvel ezelőtti forradalom idején különböző társadalmi rétegek összefogtak, hogy elérjék a kitűzött közös célt, a hazaszabadságát. Azokban az időkben is voltak már politikai csoportosulások, egyesületek, klubok, pártkezdeményezések, és vitáztak is sokat. Elég csak Kossuth és Széchenyi ellentétére gondolnunk. Egyben mégis közösek voltak. Nem vitatták el a másik jó szándékát, tenni akarását, hazafiságát. A megemlékező műsort az 50 éves intézmény diákjai az iskolai ünnepségen is előadták.